Vlagyimir Putyin az Orosz Föderáció második elnöke. 2000-ben nyerte meg első választását, majd az akkori törvények miatt 2008-ban már nem indulhatott. 4 évig csak miniszterelnök volt, majd 2012-ben visszatért. Mandátuma az új törvények segítségével akár 2036-ig is eltarthat, szóval ha csak nem történik valami radikális, még jó sokáig velünk lesz. A világ egyik legbefolyásosabb embere, de azt is tudod, hogy jutott ide? Sziasztok! Donát vagyok a Tízes Listától, és elmesélem nektek Vlagyimir Putyin útját a hatalomig. Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin 1952. október 7-én született a mai Szentpétervár, akkor még Leningrád városában. Harmadik gyerekként érkezett egy munkásosztálybeli családba, de 2 előtte született fiú testvére nem élte meg a felnőtt kort. Édesanyja gyári munkás volt, édesapja pedig veterán, aki a haditengerészetnél még tengeralattjárón is szolgált a 30-as években. Érdekesség csupán, de közvetlenül nincs köze az útjához, hogy Putyin nagyapja személyi szakács volt, aki annó még Leninnek és Sztálinnak is főzött. 1960-ban kezdte az iskolát, szambózott, dzsúdózott, rengeteget olvasott Marxtól és Lenintől, illetve kedvelte a kémtörténeteket is. Állítólag még középiskolai évei alatt bement érdeklődni a KGB-hez, hogy hogyan kaphat náluk munkát, és azt tanácsolták neki, hogy tanuljon jogot. Így is tett, jogra ment a Leningrádi Állami Egyetemre, aminek elvégzése után 23 évesen azonnal csatlakozott is a KGB-hez. Kezdetben Leningrádban dolgozott a kémelhárításnak, külföldiek és különböző konzulátusi alkalmazottak megfigyelésével foglalkozott, majd 1984-ben, 32 éves korában Moszkvába küldték továbbképzésre. A KGB legnagyobb és legbefolyásosabb akadémiájára került, ami a Szovjetunió központi, gyakorlatilag kémképzője volt. Ennek elvégzése után kezdett bele a valódi hírszerző munkába. Putyin igazából titkos ügynök lett. Kiképzése után nagy valószínűséggel Új-Zélandon teljesített megbízást. Azért mondom, hogy nagy valószínűséggel, mert a szovjet feljegyzések persze nem erősítik meg a fedett akciót, csak az új-zélandi állami rekordok. Feltehetően csak pár hónapot töltött a fővárosban Wellingtonban, egy batacipőárusnak kiadva magát. Amit viszont már biztosan tudunk, hogy 85-től 90-ig Kelet-Németországban tartózkodott, szintén titkos küldetésen, álnéven, mint fordító. A középiskolában németet tanult, és a mai napig anyanyelvi szinten beszéli. Bizonyos források szerint dolgozott neonáci és német mérnökök beszervezésén, illetve a Vörös Hadsereg frakció terrorista csoport támogatásán. Ők egy nyugat-német szélsőbaloldali antikapitalista terrorszervezet voltak, akik a 70-es évektől a 90-es évek végéig követtek el robbantásokat, bankrablást, emberrablást, merényletet és több nyilvános lövöldözést is. Működésüket javarészt a Szovjetunió támogatta, együttműködve a kelet-német állambiztonsági hivatallal. Bizonyos források szerint Putyinnak nem volt érdemleges szerepe a KGB működésében, egyszerű aktatologató volt, míg más források szerint ez egy szándékos álca, hogy ne derüljön rá fény, hogy valójában mennyire aktív is volt a szervezeten belül. Akárhogy is, itt az NDK-ban érte a Szovjetunió összeomlása, ami addigi élete legmeghatározóbb pillanata volt. Putyin generációja, főleg a munkásosztályból származók, a szovjet szuperhatalom, a dicső kommunizmus propagandáján nőttek fel. Egy olyan zárt ideológiában, ahol nem volt helye a szkepticizmusnak vagy a megkérdőjelezésnek. Ennek remek példája, hogy még egy évtizeddel később sem volt hajlandó elolvasni egy könyvet, mert azt egy orosz disszidáns írta, és ő nem olvas semmit egy olyantól, aki cserben hagyta a hazáját. Az orosz anyaföld számára akkoriban mindenható volt, majd egyszer csak összetört ez az illúzió. Putyin a problémákat először 89-ben érzékelte, amikor is egy kommunista ellenes tüntetés alakult ki a drezdai KGB iroda előtt. Moszkvából nem érkezett utasítás. Saját életrajzi könyvében úgy mesélte el, hogy akkor először azt érezte, nincs ott Oroszország a háta mögött. Az anyaország nem segített nekik. A rendszer összeomlása után visszakerült Leningrádba az egyetemére, ahol a Nemzetközi Kapcsolatok tanszéken kapott munkát. Eközben KGB ügynököket próbált toborozni, és újra kapcsolatba került régi tanárával, Anatoli Sobcsakkal. Ez kulcsfontosságú mozzanat volt, ugyanis politikai pályáját ennek köszönheti. Az új Orosz Föderáció megszületett 1991. szeptemberére, az ezt megakadályozó pucskísérlet elbukott, Gorbacsov lemondott, és Boris Jelcin lett az új demokratikusabb és piacgazdasági alapokra helyezett ország elnöke.
az irány szépnek és jónak tűnt, de nem tartott sokáig. Jöttek az oligarchák. A görög oligarcha kifejezés egy szűk elit uralkodására utal. Ahogy egy másik videónkban szerepelt már, az különbözteti meg az arisztokráciától, hogy nem származási alapú, hanem lehet vallási, katonai, vagy jelen esetben gazdasági és vagyoni. Az orosz oligarchák üzletemberek, akik kellő mennyiségű hatalmat koncentráltak a kezükben ahhoz, hogy befolyásolják az ország politikáját is. Felemelkedésük Gorbacsov piaci nyitásakor kezdődött meg, amikor a Szovjetunió számára hirtelen elérhetővé váltak a nyugati kapitalista piacok, miközben otthon még az államilag szabályozott árak működtek. Kihasználták az árak közti különbségeket hatalmas profitokért, vagy épp akkor még elérhetetlen nyugati cikkeket csempésztek az országba, hogy a fekete piacon szedjék meg magukat. A számítógépek és farmerok behozatala már 1985-től beindult, de a 92 és 94 közötti privatizáció volt a valódi katalizátor. Egy csapat fiatal vállalkozó vált milliárdossá, kihasználva az olaj- és gázárakat. Emellett a 90-es években az új orosz kormány a piacgazdaságra való átállással közel 45 ezer állami céget adott el. Bányász, energia, telekommunikációs és mindenféle vállalatokat, amik kitalálhatjátok, elég koncentráltan, egy szűk kör kezében landoltak. Arról, hogy ezek az üzletemberek pontosan honnan indultak, keveset tudunk. Egyszerre voltak valamelyest innovatív vállalkozók, de közben eleve állami kapcsolatokkal rendelkeztek, voltak köztük hivatalnokok és bűnszervezetek vezetői is. Sokak szerint eleve a szovjet kormány támogatásával gazdagodtak meg, míg mások szerint opportunista alapon pusztán a piaci egyenlőtlenségeket használták ki, legalábbis kezdetben. Akárhogy is hatalmasra nőttek. Boris Jelcin elnöksége alatt már komolyan belefolytak az orosz politikába. A 96-os újraválasztási kampányát már ők finanszírozták, és ekkorra biztosan előre értesültek a kormány pénzügyi döntéseiről, amiket ki tudtak használni vagyonuk további növelésére. Sőt, a 90-es évek végére a probléma nem az volt, hogy belsős információkat kaptak a piacról, hanem hogy ők maguk manipulálták a kormányt és hatottak a döntéseikre. Az 1998-as orosz gazdasági válság keményen érintette őket, mindössze 7 ember kezében volt az ország pénzügyi szektorának 50-70%-a, de persze éhen nem haltak a válság alatt sem. Fontos részlet még Boris Jelcin szerepe a történetben. A nyugatbarát orosz elnök rendkívül népszerűtlen volt a népkörében, és ezért szüksége volt az oligarchák támogatására. Nem csak úgy simán baráti alapon teremtett nekik lehetőségeket, hanem azért, mert nélkülük nem lett volna ereje megtartani a pozícióját. Na de mit csinált eközben Putyin? A demokratikus Oroszország 91-es megszületésével Anatolij Sobchak lett immáron Szentpétervár megválasztott polgármestere. Az egyetemi professzorból lett politikus, részt vett az orosz alkotmány megalkotásában is, és maga mellé vette Putyint, mint a nemzetközi kapcsolatok szakértőjét, és tanácsadót csinált belőle. 1996-ig egyre több tisztséget és pozíciót járt végig, míg már a Szentpétervári önkormányzat igazgató helyettese volt. Indult ellene egy nyomozás, miután 93 millió dollárnyi fémnyersanyag export tűnt el, és a cserébe ígért élelmiszer egyszerűen nem érkezett meg. Bár a vizsgálat végén javasolták elbocsátását, nem mozdult el a helyéről. 96-ban Sobchakot nem választották újra, és a kampányát vezető Putyin is lemondott tisztségeiről. Politikai karrierje elejétől fogva nagy hírnévre tett szert, mint volt KGB-tiszt. Olyan emberként ismerték, aki mindent elintéz. Moszkvába költözött, ahol Boris Jelcin 97-ben kinevezte az elnöki hivatal igazgató helyettesének. Egy évvel később már a KGB egyik utódszervezetének, az FSB-nek, azaz a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak lett a vezetője. Ők foglalkoztak a belbiztonsággal és kémelhárítással, míg a másik utódszervezet a külső hírszerző szolgálat, értelemszerűen a hírszerzéssel. Putyin szinte évről évre ugrott egy nagyot a ranglétrán, és nem volt ez másként 99-ben sem, amikor is az orosz elnök kinevezte miniszterelnöknek. Ez csak egy lépcsőfok volt, ugyanis Jelcin egyből bejelentette, hogy szeretné, ha Putyin lenne az utódja. Az alsóház megszavazta 233 a 84 elleni többséggel, 99 augusztusában, és bár Jelcin ellenfelei szerették volna megakadályozni, december 31-én lemondott, és ezzel Putyin automatikusan elnök lett. Először csak idéglenes, aztán 2000-ben megválasztották ténylegesen is. Nagyjából ez az, amit biztosan tudunk.
Putyin gyors előremenetelének okait 100%-ban csak az orosz felső vezetés ismerhette, a különböző orosz politikai szakértők és Putyin életrajzi könyvei pedig vagy igazat mondanak, vagy nem. Annó még Szentpéterváron előkerültek olyan vádak, miszerint támogatta bűnszervezetek helyi terjeszkedését, ismerősöknek bocsátott rendelkezésére önkormányzati pénzeket, és belátása szerint adott szerződéseket és megbízásokat. Jó eséllyel már itt kapcsolatba került az oligarchák tevékenységével, és támogatta őket, segített őket összekötni volt politikusokkal és biztonsági tisztekkel, akik között sok ex-KGB-s is szerepelt. Ebben a narratívában nem elképzelhetetlen, hogy Putyint az oligarchák juttatták a csúcsra, szimplán mert jóban volt velük és egyeztek az érdekeik, de létezik egy másik megközelítés is. Jelcin 93-ban szétverte az akkori parlamentet, 96-ban igazából állválasztások folytak, 98-ra pedig államcsődöt jelentett az ország, tehát mint mondtam, nem volt népszerű. A 90-es években a kommunisták visszatérése a hatalomba egy reális veszély volt, amit sem az új alapokra helyezett kormánypárt, sem az oligarchák nem akartak. Állítólag már Putyin képbe kerülése előtt tervezték, hogy örökös találnak neki, és ő több név közül került ki győztesként, három fő okból. Egyrészt nem igazán voltak politikai ambíciói. Ez persze így 20 évvel később viccesen hangzik, de a fiatal Putyin egy igazi hazafi volt, bármit megtett volna az országért. Nagyon jó kapcsolatai és képességei voltak a KGB-s múltja miatt, mindent kézben tartott, tudta, hogy mennek a dolgok, és hihetetlen hatékonysággal dolgozott. Végül pedig a régi ügynökök liberális csoportjába tartozott. Putyin szerette a Szovjetuniót, de elítélte a kommunizmus mint rendszert, és esze ágában sem volt visszaengedni őket a vezetőszékbe. Úgy gondolták, találtak egy rendkívül jól dolgozó, hűséges, de amatőr politikust, akit majd irányíthatnak. Hát, nagyon nem így történt. Putyin legelső rendeletével felmentette Jelcint a korrupciós vádak alól, és teljes immunitást adott családjának. Elnöksége korai évei a hatalma bebiztosításáról szóltak, egyrészt a népszerűséggel, másrészt az oligarchák megzabolázásával. A 99-ben kirobbant második csecsen háború kezelése volt a kulcs az elsőhöz. Iszlám szeparatisták nyomultak be a csecsen köztársaságba, és orosz nagyvárosokban bombatámadások végeztek több mint 300 emberrel. Többek között Moszkvában is történt ilyen. Putyin ekkor még miniszterelnök volt, és politikai narratívája azonnal a bosszú volt, a haza védelme és a terroristák megbüntetése azért, amit tettek. A népszerűségi indexe kilőtt, 2%-ról 40% fölé, és ez még semmi. Megindult az orosz támadás, városok váltak a földdel egyenlővé, de a népnek tetszett ez a hozzáállás. Kevesebb mint egy év alatt visszaszerezték a terület felett az irányítást. Ez kulcsfontosságú volt abban, hogy Putyin megnyerte az első választását. 2002-ben jött a moszkvai túszválság, 40 csecsen terrorista több mint 900 túszt ejtett egy moszkvai színházban. Putyin keményen lépett fel, nem tárgyalt, és a különleges egység minden túszejtővel végzett, 130 túsz élete árán. A média főleg külföldön keményen kritizálta, miközben a hazai népszerűségi indexe 83%-ra ugrott az eset után. Az oroszoknak továbbra is bejött ez a stílus, ekkorra igazából megnyerte az országot. Ezután az oligarchákat is a helyükre tette. 2000 és 2004 között hatalmi harc alakult ki, amivel született egy megállapodás. Nem fogja bántani őket és a vagyonukat, amíg nem szólnak bele a politikájába. Hogy éreztesse állítása súlyát, az egyik leggazdagabb oligarha, aki közben az ellenzéket is támogatta, börtönbe került 2003-ban. Mindenki azonnal tudta, hogy Putyin nem szórakozik. Akik ellene voltak, hirtelen adócsalás és egyéb vádakkal találták szembe magukat, miközben megjelent egy új csoport. Egy új oligarha réteg, akik Putyin személyes köréből kerültek ki, és hozzá voltak hűségesek. Milliárdos lett például egy gyerekkori barátja és későbbi judó oktatója. Első elnöksége alatt jól elrendezte ezeket az ügyeket, nem igazán maradt komoly ellenfele, legalábbis az országon belül. Putyin már elnöksége előtt is fenyegetve érezte országát az Egyesült Államokkal és a NATO-val szemben. Fő célja mindig is az volt, hogy a Szovjetunióhoz méltó szuperhatalom státuszba juttassa vissza országát, és ennek megfelelően töltötte el az elmúlt több mint 20 évét. Ebbe a videóba most ennyi fért bele, hiszen a hatalomra jutása volt a fő téma, de az ukrán háborút is érdemes ebben a kontextusban kezelni. Ha még érdekel a modern Oroszország, vesd össze ezzel a Putyin által említett háborús okokat, amikről már készült egy videónk.
Örülünk, hogy itt voltál, ha tetszik a csatorna, iratkozz fel, és persze köszönjük a támogatást minden csatornatagnak és partnerünknek, a Reghostnak.